Október 1-én a Szólam Alapfokú Művészeti Iskola növendékei adtak koncertet a Zenevilág napján, melynek ötlete Yehudi Menuhintól származik, aki szenvedélyesen hitt a zene emberi közösség formáló erejében. Célja, hogy elősegítse a nemzetek közötti békét és megértést, valamint, hogy felhívja a figyelmet a zene szerepére az emberi életben. A Zenevilág napját 1975 óta ünnepeljük. A Zenei Világnapon nem kifejezetten csak a komoly zenét ünnepeljük, hanem a világban kialakult összes értékelhető, hallgatható, értékes műfajt. Mi ehhez igazítottuk esti műsorunkat is. Természetesen hitelessé tegyük intézményünket. Elsősorban komoly zene fog elhangozni, de teret adtunk szabadabb stílusoknak is, és lesznek meglepetés produkciók is, amikor kicsit lazább stílust is hallgathat a zenét szerető közönségünk. A Szólam Alapfokú Művészeti Iskolában a szeptember 5-i tanévnyitó után közel 600 diákkal kezdődött meg a 2024-2025-ös tanév. 3 művészeti ágban és 4 telephelyen dolgozunk, és összesen az idei évet 592 bejelentett jogviszonnyal kezdtük el. 4 telephelyünk, itt a székhelyünk a Tarnóvi tér 1, illetve Kiskörösön a Petőfi Sándor Művelődési Központ, ahol a néptáncoktatás folyik. Ezen kívül Izsákon és Kecelen van még zene, illetve grafika oktatás. Minden évben a Zenevilág napja az első nagyobb koncertünk, és ilyenkor az új tanáraink, az új pedagógusok bemutatkoznak. Ez ma este sem lesz másképpen. Új hegedű tanárunk és szolfés tanárunk Kószó Rebeka fog bemutatkozni hegedű játékával. A Szólam Alapfokú Művészeti Iskola nem csak az intézmény falai között ünnepelt október 1-én. Minden évben felkérést kapunk a Petőfi Sándor Általános Iskolától, hogy a gyerekekkel együtt ünnepeljük ezt a napot. Ez már délelőtt megtörtént, és közös tanítványaink egy színes ünnepi koncertet adtak. Ezen a napon több intézménye is a városnak felkeres minket, és ünnepi koncerteket adunk, hogy együtt ünnepeljünk az ott tanuló gyerekekkel, ott élőkkel. A zeneiskola növendékei és tanárai a szeptemberi tanévkezdés óta erre az eseményre készülnek. Nagyon fontos megfigyelni és megkérdezni azt a gyerekektől, hogy mit játszanak szívesen, hiszen a zene pontosan, amit elmondtunk, hogy mindenféle stílust magába foglal ezen az ünnepen. Más a helyzet egy magyar kultúra napján, amikor valahol meg van fogva a kezünk, mert magyar műveket játszunk. Ezen a koncerten nagyobb a szabadságunk. A koncerten közel 20 zeneszámot hallhattak a jelenlévők, az elhangzott dallamokban megtalálható volt számos értékes műfaj, barokk, romantika, híres zeneszerző kompozíciói, de megszólaltak dallamok operából és musicalből is. Suba Marcell, az intézmény rendkívüli tehetséges növendéke saját szerzeményével ünnepelte a Zenevilág napját. Zongorán kísért Magyarné Szenáki Tünde, Falusi János és Vikorné Hajas Matild.